A régi Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ 160 férőhelyes jelenleg már csak 63-an nevelkednek itt összesen 5 csoport szobában. Ebben a szobában 5 lány lakik, mondhatni szerény, már-már rossz körülmények között. A falon is látszik, hogy a szoba beázott, bepenészedett, pont ezért fontos, hogy Mátészalkán hamarosan új gyermekvédelmi otthon, lakásotthon épülhet. A régi gyermekvédelmi központ szomszédságában modern lakásotthont már adtak át tavaly. A kétszintes épület 48 férőhelyes, ennyien is laknak itt. Boda Kinga kisgyermekként került a gyermekvédelmi rendszerbe, ő optikusnak tanul, és mivel élt a régi épületben is, összetudja hasonlítani a két helyet, sokkal jobban szereti az új, modern lakásotthont. 7,5 évesen kerültem be, már 12 éve, hogy itt lakom. 11 évig a másik épületben voltam, egy éve vagyok ide át. Hát a másik épületre annyi, hogy ott is nagyon jó volt, csak már régi, viszont itt minden tökéletes, sokkal otthonosabb, meg szebb is. Hasonló modern otthon a tervek szerint 2018-ra épülhet Mátészalkán, ehhez nyújt segítséget egy közel 3 milliárd forintos keretösszeg, gyermekotthonok kiváltására, korszerűsítésére lehet pályázni. Az összeget a budapesti központi régióban egy további 1,2 milliárd forintos keret egészíti ki, mondta mátészalkai tájékoztatóján a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly kiemelt, de a cél, hogy a nagy és zsúfolt gyermekotthonok helyett családiasabb környezetben nevelkedjenek az érintett gyermekek. Körülbelül 460-500 olyan gyermek van majd ma a gyermekvédelemben, akik még ilyen nagy kollégiumszerű intézményekben élnek, és számukra is szeretnék ezt az esélyt biztosítani. És ezzel meg tudjuk azt valósítani, hogy a gyermekvédelem megújításának egy fontos lépését elvégeztük. A másik fontos lépés az a nevelőszülői, a családias gondozási forma bevezetése és elterjesztése. Itt a kormány azt vállalta, hogy 2016 végére 12 évnél fiatalabb gyermek nem fog intézményellátásban élni, és úgy tűnik, hogy fogjuk tudni ezt teljesíteni, az időarányos adatok erre utalnak. A legtöbb gyermekvédelemben nevelkedő gyermek így már vagy nevelőszülőknél van, vagy pedig lakásotthonokban, tette hozzá Kovács Sándor. A kormánypárti politikus azt mondta, a régi folyamatosan üresedő nagy épületeknek, többek között a mátészalkainak is funkciót kell találni. Nekem politikusként az a feladatom, ha már itt már az üres épület és nem gyermekvédelmi feladatot fog ellátni, akkor megtaláljam azt a módját, azt a lehetőségét, hogy felújítva, átalakítva olyan szociális szolgáltatásokat tudjunk nyújtani ebbe az intézménybe, amelyre előbb-utóbb azt gondolom, hogy igény lesz, hadd ne mondjak egyenlőre elő többet, hadd maradjon a sejtésbe, de dolgozok azon, hogy ennek az épületnek megtaláljuk azt a feladatát, ami egy állami gondoskodást, egy munkahelyteremtést, egy szociális ellátórendszer való beillesztést lehet. Mátészalkán a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár arról is szólt, néhány hete a gyermekvédelmi törvényt is módosították, így a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lakhatását is erőteljesebben segíti a kormány. Akár otthonteremtési támogatást is igényelhetnek a fiatalok, a felső határ 2 millió forint.